A koronavírus fertőzöttek számára kialakított rendelőből a rosszabb állapotban lévő betegeket az állapotfelmérés után a koronavírus osztályra viszik. Akik jobb állapotban vannak, például nem fulladnak, hazamehetnek, ahol karanténban kell lenniük. Kovács Margit doktornő a 20 évesektől a nyugdíjasokig több korosztállyal is találkozik munkája során. A betegek, akik hozzánk jönnek, vagy koronavírus pozitívak, hogy már bebizonyított, vagy nagyon szuszpekt koronavírus betegek, mindegyiknek van tünete, tünetek lehetnek különbözőek, jellemző a magas láz, nem éreznek a betegek gyakran szagokat, ízeket, légzési tünetek vannak, köhögés, fulladás, mindig le kell mérnünk a szaturációt, hogyha csökkenik a oxigén, akkor az már nagyon súlyos. Mi ott utána eldöntjük, hogy a beteg otthoni ellátást fog kapni, úgyhogy otthoni környezetbe fogja magát kezelni, vagy hospitalizáljuk őt a koronavírusos osztályunkon, amiért zárt osztály. Van, mikor egy beteg van a vizsgálóban, de vannak helyzetek, mikor kialakul, hogy egyszerre négy betegünk van, és mindenkinek meg kell adni azt a ellátást. Ők minden ott vannak a koronavírus rendelő részbe, és ott kapják meg az ellátást. Védőruha, pajzs, két maszk, két kesztyű, fertőtlenítés. A frontvonalban szolgálatot teljesítő egészségügyi dolgozók így védekeznek a vírus ellen. Ha én tudom, hogy a beteg pozitív, hogy ő beteg, és én kellőképpen védem magam, akkor tudatosan kell minden lépést csinálni, és nem fogom megfertőzni saját magam. Úgyhogy elsősorban magunkat kell védeni, és a beteget ellátni minél jobban, legjobban, ahogy csak tudjuk, de kellő védelem mellett nem fogunk megfertőződni. Gálfi Hodosi Marianna és férje átesett a koronavíruson. Fáradékonyság, fejfájás, láz, nátha, köhögés. Többek között ilyen tünetekkel kellett szembesülniük. Nagyobbik fiúk enyhébb tüneteket produkált. A kisebbik fiúnak viszont semmilyen tünete nem volt, és minden tesztje negatív eredményt hozott. Az elején nagyon nehéz volt, amikor tényleg lázasan, gyöngén voltunk otthon, és a gyerekeknek nem volt semmi bajuk. Tehát foglalkozni kellett velük, játszani, tanulni, ugye a nagyobbikkal, ételt készíteni, úgyhogy az nagyon kimerítő volt és fárasztó. Közben ott volt ez az aggodalom, hogy nehogy megfertőzzem őket. Az elején elég komoly teher volt az, hogy amikor végig kellett gondolni, hogy kikkel voltunk kapcsolatban előtte, az előtte való 10 napban, de szerencsére minden kapcsolatunk negatív lett, úgyhogy aztán ők mehettek visszadolgozni. Volt egy olyan időszak, ami nekem kifejezetten kellemes volt. Azt éreztem, hogy most végre van időm a gyerekekre. A családban sajnos halálos áldozatot is követelt a vírus, ami Marianna szerint sokak számára lehet intőjel. Ez talán azoknak lehet elgondolkodtató, akik bagatelizálják a koronavírust, és tudom, hogy minden éven az influenza is szed áldozatokat, vagy akár baktériumok, és az idős, meg beteg szervezetet bármilyen fertőzés megviseli, viszont én most a nagymamámat veszítettem el koronavírusos tüdőgyulladásban, és hát az egész családot megviselte ez az esemény.